169. rész. Azt hittem, felmentél. Nem, itt maradtam. Kikísértem az ügyvédet. Te készülsz valahova? Meglátogatom apát. Jó ötlet ez. Egyedül kell oda mennem. Tudod, hogy mit gondolnak. Nem lesz könnyű. Nem ez az első nehézségem. Oké, én itt várok rád. Ha találkoznál vele... Ha meglátom, bemért. Nekem nem az lesz az első nehézségem. Ne aggódj. Szeretném, ha még nem tudnád Jansuval kötött üzletről. Mindketten tudjuk, hogy mire válsz. Nekem nem kell megmagyaráznod. Amíg meg nem láttam a klub ajtaját, nem is tudtam igazán, hogy mit akarok. A night ajtaja, az éjszakai élet bejárata. Azon besétálva hagyott el, hogy egyedül legyen boldoga. Most viszont megmutatom neki, milyen az igazi szórakozás. Én is tudok szórakozni, lehetek sikeres. Tudom, hogy ez téged megriaszt, de... Ezt a témát már ezerszer átbeszéltük fejjel. Tudom, hogy ez a hotel a hazugságai csúcspontja. És tudom, mit jelent neked, hogy valóságá válnak a hazugságait. Hogy látnod kell, hogy Emir legyőzött téged. Megnyitotta ezt a helyet. Pontosan tudom, hogy milyen érzés ez. Megértem, hogy miért vagy itt. Még ha nem is támogatom. De tudom, hogy nem állíthatlak meg. Veled vagyok, Feria. Akkor majd később. Ne kérdezz semmit, Lara. Oké. Mondj valami, annyira meglepőt, hogy elfelejtsem, amit láttam és éreztem, könyörgöm. Feria és Levent a hotelben vannak. Azért hazudni nem kell. De nem hazudok. Feria és Levent? A városban vannak. Két napja beszéltem velük, de egy szót se szóltak erről. Na vajon miért? Emir. Emir se tudja, ugye? Várjunk csak. Itt is maradnak? Azt nem tudom, erről Feriát kérdezt. De nem szólhatsz Emirnek, ugye tudod? Emlékszel még, amikor legutóbb átvertél, még ha jóvá is tetted? Ne felejtsd el, hogy Jansuval élek. Ne csinálj olyat, amivel keresztbe teszel. Rendben. Egy szót se szólok Emirnek. De cserében mondj el nekem mindent. Aysun, érted megyek, amikor csak szeretnéd. Jössz értem? Nem érdemes sietni. A mennyasszony nincs sehol. Már fél órája itt várok rá. Na, felültettek? Ez nem vicces önáll, ugye tudod? Elképesztő, hogy milyen megbízhatatlan tud lenni ez a lány. Most jött. Egy óra múlva találkozunk. Elfeledkeztem magáról. Észrevettem. Ne haragudjon, rengeteg dolgom van. Az eljegyzés miatt. Takarítótok, szabadságom van? Csak hasonlít ránk. Azt csinál, amihez kedve van. Igen, szabadságom van. Úgy is elmegyünk nyaralni az eljegyzés után. Ezért küldtem el. Értem, szóval nyaralni mentek? Jól hangzik, előn állsz út. Az eljegyzésetekről nem szóltatok. De azért... Remélem, az esküvőről fogtok. Ha minden igaz, úgy tervezzük, hogy nem várunk vele sokat. Nézd, Ece. Őszintén szólva, én szerettem volna
részese lenni az egésznek. Még a dátumot se tudtam. Nem vontál bele semmibe. Egyszer csak váratlanul küldtél egy meghívót, és ez nem esett nekem jól. Mindent magunknak intézünk. Így vagyunk boldogok. Már hetek óta szeretnék kettesben beszélni veled. Kétségeim vannak. Meg akarom osztani őket veled. Nyilván nem kellemes az eljegyzés előtt beszélni erről. Nézd, Ecse! Nem akarlak ezzel felzaklatni. Csak örülnék, ha tudnám, hogy tettetek óvintézkedéseket. Hogy kicsit megnyugodhassak. És tudod jól, Emirrel semmiképp se beszélhetek erről. Ha ezzel most Yavuzra utal, nem kell ilyen hosszú felvezető szöveg. A jelek szerint te sem vagy. Különösebben hálás beszélgető partner. Nézd, Becse. Az a férfi kétszer megtámadta a fiamat. Aztán meg is próbálta börtönbe juttatni. Csak rád tud gondolni. Ti erre mit csináltok? Hirtelen eljegyzitek egymást. Persze. Pont akkor, amikor őt kiengedik. Na és? Na és? Emir anyjaként aggódom. Szeretném biztonságban tudni a saját fiamat. Féltem a fiam életét. Mit szeretne hallani? Mondjam azt, hogy ne féljem, majd én feláldozom magam a fiáért. Ez a fennhéjázó hang nem. Elképesztően idegesít. Éppen anyaként akarok beszélni veled. Annak a férfinak az anyjaként, aki el fog venni téged. Innentől kezdve mi rokonok leszünk. Te, én, Emir, sőt Ünál is. Mind egy család leszünk. Állj szón. Ha már ilyen közel állunk, hívhatlak így, ugye? Egy valamit nem értesz. Ti egy család vagytok, igen. Te, Ünál is, Emir. De Emir és én, két ember vagyunk. Ez a nagy családi egység nem nekünk való dolog. Ezt nevezem. Erre a pofátlanságra. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Legalább most már látod, Aysun. Más vagyok, mint az előző menyed. Nekem hiába akarod eljátszani a jóindulatú, aggódó anyós szerepét. Én tényleg megpróbáltam, de nem tudok veled így kezdeni.
Na hát, Feria, eldobom az agyam, hát tényleg te vagy az? Hogy kerülsz ide, lányom? Csak úgy kilőttél a földből? Mit keres itt, Gülfiden néni? Hogy mit, he? Én csak takarítom a lakást, ahogy már 3 éve. Mintha még mindig itt élnétek, drágám. Miért? Hát, ezt a férjettől kérdezd, mármint, hogy a volt férjettől. Ide járok. 3 éve, minden héten, és kitakarítom a lakást. Bár ő azóta sem járt itt. Minden ott maradt, ahogy te itt hagytad. Ha! Csak egy dolog nincs itt. Te hiányzol csak innen. Aj, Riza úr, mióta kopogok? Hát nem is hallotta, halálra rémültem, azt hittem baj van. Az előbb láttam itt Feriát. Most érkezett meg. Kibékültek, ugye? De jó, úgy örülök neki. Ideje volt. Vera is biztos örül neki, amint meghallja. Gratulálok, Riza úr. Gülfiden néni. Isten hozott, mi újság? Épp most meséltem az apádnak, hogy... Jól van, jól van. Gyerünk, Gülfiden asszony. Üdvözlöm Kazimot, szép napot. Viszontlátásra. Apa. Történt valami? Nem, nem. Csak fáradt vagyok. Szólj, ha tudok segíteni. Nem, ne törődj velem. Akkor jobb lesz, ha elindulok. Tudod, mert holnap...
Jaj, Gülfidán nem tud úgy takarítani, mint régen én. Ilyet? Amíg Zerá vissza nem jön, itt bizony kosz lesz. Így igaz. Gülfidán néni odafent is takarít. Úgyhogy olyan sok dolga van, hogy már nincs ideje. Aha, takarít, takarít, hogy tiszta legyen az a lakás, ami üres. Hálát adhatunk Gülfidán asszonynak. Nincs ezzel semmi gond, Hatice. Tudod jól, Rizá, hogy ha rajtam múlna, nem is lakhatnál itt egyedül ebben a lakásban. Mindegy, majd jön a házasszonya, és rendbe rakít mindent. Nem lehetne, hogy legalább egyszer ne kezdjük el ezt a beszélgetést, könyörgöm. Se erről, se arról nem lehet. Lassan már semmiről sem tudunk beszélgetni testvérekként. Csak törődjünk inkább mindnyájon a saját dolgainkkal. Rizá, én nem akartam ebbe belemenni, de rákényszerítettél. Mióta mondom, hogy szórd ki innen a kacatokat. Hogy lehet ilyen rumliban és koszban élni limlomok között, he? Magától semmi sem oldódik meg. A te gyereked meg az én gyerekem se az az igazán rendszerető fajta, az itt a baj. Jól van, jól van, jól van. Elég már. A végén megbánom, hogy kinyitottam a számat. De Rizá, nagyon lelkesen köszönülöd a nyelvedet állandóan a fiamon, de a te lányoddal mi van? Nézd, Hatice! Ebben a házban, főleg amikor Zerá is itt lesz velünk, meg ne említs nekem azt az átkozott tisztességtelen lányt, mert ha mégis megteszed, úgy sikerül majd elérned azt, amit a fiadnak sosem sikerült, és a bátyádat egy életre, egy egész életre elfelejtheted, megértetted? Hüsszein! Hüsszein, dobd ide, dobd ide! Na, gyerünk! Milyen szép dobás! Most kapd el! Tűnj innen! Hogy mersz ide jönni? A férjemhez jöttem. Mehet még a férjem, nem? Ó, Istenem, adj nekem elég türelmet, ó, Istenem! Maga meg mit bámul így? Maga nevelte a fiát, nem? Attól lett ilyen romlott. Elcsábítottad a fiamat, aztán a családja ellen fordítottad. Anya! És nem maga nevelte ilyenre? Az Isten szerelmére! Nyugalom, Hatice, nyugalom! Na, mit fogsz csinálni, hadd halljam? Talán egyedül szöktem meg! Nem a maga fiával együtt mentem el! Ő győzött meg! Ő vert át engem! Ha lenne benned egy morzsányi tisztesség, nem lenne képed csak így megjelenni az ajtónk előtt, megértetted? Talán én raboltam el a fiát! Fegyvert tartottam a fejéhez, hogy jöjjön velem! Ő állított csapdát nekem! Ami pénzt a húgáért kapott, azt meg mind jól eljátszotta! Neked beszélsz, te kis ringyó! Anya, majd ne! Én megmutatom neked! Anya, nyugodj már meg, kérlek! És te mit bámulsz? Nem mondtam igazat? Tudod, mennyi pénzt fizetett a férjed a bátyádnak? De szerencsére te okosabb voltál. Lefeküdtél vele, el is vett véged. Legközelebb meg teherbe is estél, igaz? Gratulálok. Már! Menj innen, ne keverj bajba! Én már annyiszor kerestelek. Te nem is gondolsz már rám. Nem érdekel, hogy vagyok és mit eszel. Edd meg, amit főztél. Mehmet! Annyira sajnálom. Hidd el nekem. Tudom, hogy nagyot hibáztam. De azért nem csak az enyém a felelősség. Nem egyedül csináltam. Még a feleséged vagyok, ugye? A te családnevedet viselem. Igen, még az vagy. Mert nem tudtam tőled elvárni. Szégyeltem volna egyedül menni a bíróságra. Én is szégyellem magam, Mehmet. Tudod, milyen mélyre süllyedtem? Ha a felét átélted annak, amit én,
Menj a bíróságra és mondd el ott. Bárcsak elmesélhetném neked, jobban mondva, bárcsak meghallgatnál. De megérdemlem, nem igaz? Csak azt kaptam, amit megérdemeltem, ugye, Mellett? Ez igaz. Hagynotok kellett volna, hogy végleg elhallgattassam azt az álnok kígyót. Megharapott! Belénk mart! Én most elmegyek, Hatice. Aggódom Mehmet miatt. Még butaságot csinál. Menj csak vissza. Minek tartottatok vissza? A földre kellett volna dobni és jól agyon taposni. Mi van veled? Ha? Az a baj, amit az a kígyó mondott? Volt benne bármi újdonság? Anya, tudtam róla, vagy sem, akkor is kellemetlen, ha az arcomba mondják. Miért te szégyelled magad, lányom? Ha? A drága férje szégyenkezzen, meg az a szafka lány szégyenkezzen, meg a bátyád szégyenkezzen. Neked mégis mi okod van rá? A férjem fizetett, hogy megszabaduljon tőlem, de végül nem jött össze neki. Na, te jó ég! Lányom, hogy beszélhetsz így? Hogy mondhatsz ilyet? Hát, ne is gondolj erre. Nézd, már férjes asszony vagy. Itt a szép kisfiad a göndör hajával, meg a barna bőrével, a kis angyalka, édes kis drágám, gyönyörűségem. Minek emlegetsz fel olyat, ami már sok évvel ezelőtt történt? Amit mondasz, az mindig az, anya, de ennél tovább nem jutottunk korájjal. Hiába van közös házunk és közös gyerekünk. Te mondtad nekem, anya, hogy a baba majd megmenti a házasságunkat. Megmentette, anya? Csak egy aláírást mentett meg. És mit csináljak? Na szép, jobb feleségnek kéne lenned, és kicsit elcsábítanod. Ha a tengerészt keresel, csak a tenger illatát kell követned. Hát de, már hiányzott a stílusod, hogy vagy? Na, nekem nem is hagyta el, kapitány. Nagyon megleptél. Két napja beszéltünk, mégsem szóltál, hogy jönni fogtok. Elrontottam volna a meglepetést. Miért jöttetek? Hallgatás. Micsoda válasz? Nyilván van rá válasz. De mindenki később tudja meg. Ne aggódj. Kapitány. Tisztában vagy vele, hogy hol vagy? Ott, ahol Emir klubja is van. Ha most még nem is vett észre, szerinted meddig tart majd? Miért csinálod ezt? Nem érdekel, Emir. Ahogy korábban sem érdekel, tudod jól. Nem is téged kell, hogy érdekeljen. Viszont idehozni a nehezen megszerzett barátnődet, ahol a volt férje dolgozik, ez azért elég bátor dolog. Micsoda meglepetés! Az asztalon a napi menüt. Tudom, nagy a rendetlenség. Szóltam Riza bácsinak, küld majd ide egy takarítót. Ha itt marad. Azt hittem, ma este Feriával leszünk. Hát, a hotel most veszélyes hely. És elég kimerültnek is tűntek. Gondoltam, hagyom pihenni őket. Le akarod tudni a találkozót Emirrel. Nagyon félek tőle, Emir, hogy reagál majd. Ha megtudja, hogy Feria tulajdonos lett... Kinézem belőle, hogy betáratja majd a Knight-ot. Nem szólok bele, de azt ugye tudod, hogy a Knight nélkül nehéz lesz a hotelnek. A Knight fontos a hotelnek, igen. De ha Feria nem veszi meg a részvényeket, már nem is létezne a hotel. Azért persze, belegondolni is rossz, hogy betárathatják a klubot.
Amíg te azon aggódsz, mi fog történni a klubban, én a butikban dolgozom, akár bezárják, akár nem. Elképesztő, ha belegondolsz. Verje fogja magát, és Levente résztulajdonosok lesznek a hotelben. Bár már semmi se kéne meglepődnünk. Igaz a mondás, csak a változás állandó. Verje sokat változott. Nem csak a stílusa, a beszéde, a kiállása, mintha más ember lenne. Ha első ránézésre ennyit változott, akkor el se tudom képzelni, belül mennyire más lett. Emlékszem, milyen gyakran jártunk ide? Mikor voltunk itt utoljára? Mikor apád átvert téged? Nem mentél haza? Nem is emlékszem, olyan régen volt. Igen. Az idő vicces dolog. Nem is számít. Emlékszel valamire? Ami történt a földbe döngök. Aztán próbálj meg feltápászkodni. Aggódsz valami miatt? Elengedte a gyerek. Mostanában csak ehhez értek. De én legalább nem csinálok úgy, mintha minden rendben lenne velem. Akit ilyen sokszor átvertek, most saját magát akarja ámítani. Elég ebből a dumából. Holnap eljegyzed Edzsét. Mikor lesz az esküvő? Egy hét múlva? 10 nap múlva? Nem fogtok túl sokáig várni a dologgal, ugye? Magadat vered át ezzel az eljegyzéssel is, mi? Nem, de az élet megy tovább. Milyen élet? Amit csinálunk, azt te életnek hívod. Az időm nagy részét a levegőben töltöm. Ha le is szállok valahol, nincs időm szinte semmire. Nem túl változatos, mi? Hát nem. De szeretem a munkám. Leköti a figyelmem. Gyorsan felnőttünk, igaz? Kicsit túl gyorsan. Nem tudom, szerencsés volt-e. Felnőttek vagyunk. De ha jobban belegondolsz, még mindig a lelkünkben él a kislány. A bennünk élő gyerekre. Ma láttam egy kis gyereket. Egy nagyon aranyos kisfiút. Csak nem Kán volt az. De igen. Láttam. Megsimogattam. Végül is. Csak ő választ el az apjától. Ahogy rohant az apjához is felemelte. Annyira gyönyörű volt. Öröm volt nézni őket. Valódi volt, mint bármi, ami történt. Korály ezzel a második hibával élete legnagyobb ajándékát kaptam. De cserébe elvesztette a legértékesebbet. Mi az, hogy értékes? Mire mész ezzel önmagában? Most már hiába beszélünk erről. De ami a szívedben van, nem változik. A harag, a megbánás, a fájdalom. Az életben minden más megváltozik. De az érzéseid nem fognak. Ferje, miért jöttél ide? Mégis mit akarsz elérni ezzel?
Hordhatok valamit? Valami erősen. Azonnal. Mi? Miről beszélsz? Nem akarom, miért erőlteted? De azt mondtad, hogy... Én itt tisztességes munkát végzek. Ha mást akarsz, akkor menj máshová! Nem akarja, nem érted? Nem hallottad? Mi között van hozzá? Hondd már fel, hagyd békét! Mit érdekel? Mit érdekel? Azt mondta, nem akarja. Menj már innen el! Te menj el! Nyugodjanak meg, uraim! Mi ez az egész? Nem azért jövök, hogy megtámadjanak! Szóval te, Levent és Jansu, a hotel tulajai. Hűha! Épp elég okom van rá. Feria, nincsenek okaid. Egyetlen okod van. Az, hogy bántani akarod Emirt. Talán inkább nem félek bántani. De miért akarsz ártani neki? Te hagytad előtt pont Leventtel. Igen, ezt az életet választotta, de nem gondolta, hogy ezzel elveszít téged, Feria. Elváltál tőle, esélyt se adtál. És új életet kezdtél. Akkor most miért avatkozol bele az övébe? Mégis mi ez? Bosszút állsz? Nem érdekelte, hogy elveszíthet. Így döntött, ennyi volt. Előttem van az az este. Yavuz ott állt az ajtóban. Emir meglátta. Meghalhatott volna. De amikor hazaérte, már nem voltál sehol. Yavuznak igaza volt az ambícióiról. Mindegy, nem kell erről beszélgetnünk. Feltettem a férjemnek egy kérdést. Megkaptam a választ. Ha eljegyzi Edzsét, kiderül, hogy helyes volt a válasz. Leventtel szöktél el, Feria. És azóta is Leventtel élt. És Emir tud erről. Nem érdemli meg, amit át kellett élnie. Te nem voltál itt, hogy lásd. De én a barátjaként igenis végignéztem. Láttam, ahogy belül belehal. De hiszem, még él Hunter. Egy véget nem érő buli az élete, amit nagyon is élvez, ennyi. Haragszol rá az eljegyzés miatt. Leventtel vagy, de a szíved eméri. Szép kis történet. A gond csak annyi, hogy Emir is makacs. Hát, talán pont ebből lehet látni, hogy az ő szíve is még hozzá tartozik. Hiába vagytok valaki mással. Kösz szépen. Régen írás közben beszélgettünk. De igazad van. Miről beszélnék? Itt van Hande. A bulira jött. És... találkoztál vele? Ahogy van? Ahogy mindig. A szokásos. Hande. Ő nem változik. Önmaga marad. Én bezzeg megváltoztam, mi? Megbántad. Egy döntés kihathat az egész életedre. Van nekem életem? Ha? Maradt nekünk bármi az életünkből? Még nem haltunk meg. Igen, ez igaz. De nevezhetjük ezt életnek. Nekem legalább van egy fiam, ha hiba is volt. De neked mit van? 3 éve mi? Mit értél el ennyi idő alatt? Korán, ne csináljuk ezt most. Miért? Mert nem tudsz válaszolni? Akkor is ezen a gyalt, ha én nem hozom fel. El tudsz menekülni? Hm? El tudod rejteni az igazságot a nájtal? Menekülsz Edge elől. És előlem is. Ezzel nincs is baj. De magad elől is. Ne csináld. Elég. Feri elől nem tudsz. Mert benned van Emir. Ahogy Hande bennem él. Úgy él Feri benned. Mindig velünk lesznek.
Addig, amíg meg nem halunk. Nem foglalkozom ezzel. Amit körülöttem látsz, az az én valóságom, és kész. Akkor gyűlölj tovább. Gyűlölj csak Feriát. Amiért elhagyott téged Leventért. Ahogy Hande utál most engem, úgy utáld te is Feriát. Nem is gyűlölöm már igazán. Mehmet. Miért avatkoztál bele? Azt hiszed, nem tudom egyedül megoldani. Miért jöttél? Elég legyen ebből. Bent férfi maradtam. Itt nem leszek az. Pontosan tudom, milyen vagy. Azért jöttél, hogy megalázz, igaz? Hogy lásd, hova süllyedtem. Hogy elmesélhessd a válóperi tárgyaláson. Úgy is ezt érdemlem. Nem így van. Nem ezt érdemled? De igazad van, Mehmet. Hatalmasat hibáztam. Hátba támadtalak. Szeher. Szállj taxiba, és menj el innen a pokolba. Hogy mehetnék a pokolba? A pokol itt van bennem, ugye tudod? Te sosem hibáztál még. Nézd a szemembe, és légy őszinte. Nem loptad el Emir autóját? Miért nem vagy akkor tolvaj? Mi lett volna, ha a családod kitagad? Ha egyedül maradsz? Nekem nincs senkim. Szerinted tudom, mi az a család? Volt családom? A nénikém összeállt valami férfival, és eltűnt. Rajta kívül tényleg senkim sincs. Mit akarsz most ezzel? Azt hiszed, megenyhülök. Megcsaltál engem. A saját unokatestvéremmel. Aztán leléptél. Bármit mondasz, nem hiszem el. Mit mondjak? Így igaz. Nincs mit mondanom. Nézd, milyen mélyre süllyedtem. De aztán nézd magadra. Boldog vagy? Én hittem benned, miután hibáztál, nem? Miért nem kapom ugyanezt? Figyelj, én nem kell visszafogadnod. Tudom, hogy erre semmi esély. Hidd el, nem is kérnék ilyet, tudod, én csak... Laudon Andrea, Mayer Marcel, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg, Hegyi Krisztina. Hangmérnök, Kelemen Tamás. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető, Kovács Anita. Anlasana, yüreğinin en ucuna köşesine al beni, sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp sarmana, kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir daha, esaretin böylesi makbul, anlasana, yüreğinin ucuna köşesine al beni, sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp.